Hegedűs Ádám vagyok, rajongok a régészetért. Az elmúlt években sok lelőhelyen és múzeumban megfordultam. Részt vettem régészeti programokban. Keresztényként ugyanakkor mindig is a Bibliához köthető régészeti emlékek érdekeltek a legjobban. Nagyon sok van ezekből, és azt szeretném, hogy minél többen megismerjék ezeket a páratlan kincseket. A modern európai közgondolkodásban általánossá vált az a vélekedés, hogy a bibliai történetek egy része vagy egésze csupán kitaláció, vagy legalábbis a mítoszok és legendák tárgykörébe tartozik. Ezzel szemben számos régészeti és történeti bizonyíték támasztja alá a Biblia hitelességét. Tutanhamon aranymaszkjáról már mindenki hallott. De ki az, aki ismeri a Pilátus követ, a júdai királypecséteket, a Ketefhinnon ezüst amuletteket, a Siloám és Bálám feliratot, a Teldán és Mésa sztélét, a lákisi osztrakonokat, Szanhéri prizmáját vagy a fekete obeliszket. Sorozatunkban nem rendkívüli régészeti felfedezések közül mutatunk be néhányat, ám ez az utazás egyben egy kihívás is. Mert olyan ismeretek birtokába kerülünk, amelyek fényében nem állíthatjuk többet a Bibliáról azt, hogy csupán kitaláció, mese vagy mítosz, és ez az életünkre és hitünkre is döntő befolyást gyakorolhat. Sorozatunk első részében a Biblia egyik legmisztikusabb tárgyával foglalkozunk, a szövetség ládájával, vagy ahogy a héber szöveg említi, az Áron Habarittal, ismertebb nevén a Frigyládával. A szövetség ládája elveszett. Valószínűleg Krisztus előtt 586-ban, Jeruzsálem ostromakor, amikor Nabukodonoszor babiloni király elfoglalta a várost és lerombolta a templomot. Bár egyes feltevések szerint a ládát elrejtették, akárhogy is, számunkra ez a szent tárgy elveszett, és csak az írásokból ismerjük. Mózes könyveiben viszont pontos leírást kapunk arról, hogy milyen volt a láda mérete, anyaga, hogyan készítették el, milyen volt a kompozíciója és díszítése. Egy aranyozott faládáról van szó, amely téglatest alakú, fedele színaranyból készült, melyre egymással szemben két arany kérub szobrot helyeztek, a kérubok szárnyukkal betakarták a láda fedelét, és arcukkal is a láda fölé borultak. A láda legfontosabb tartalma két kőtábla volt, amelyre a Biblia szerint Isten maga írta rá törvényeit és rendelkezéseit azért, hogy a nép megismerhesse azokat. Nagyon szokatlan az ókori vallási kultuszokban, hogy egy láda kerüljön a középpontba, szemben a bálványistenekkel vagy bálványszobrokkal. A frigyládát a zsidó szentély legszentebb részébe, a szentek szentjébe helyezték el, egy függöny mögé. Gyakorlatilag elrejtették. És nem láthatta senki, csak a főpap, de ő is évente csak egyszer, az engesztelési áldozat szertartásakor. Amikor az áldozati állat vérével bemehetett a szentek szentjébe, és a vérrel meghintette a láda fedelét. De rajta kívül nem láthatta senki. Még a király sem. A szövetség ládája nagyon rejtélyes és szokatlan. Nem az imádat tárgya volt, mint ahogyan az ókori vallási kultuszokban, az Isten szobrok esetében legtöbbször látjuk. A láda fedelén lévő kérubok, kérubszobrok Isten trónszékét jelképezték. Ezékiel próféta könyvében és a Jelenések könyvében arról olvasunk, hogy Isten trónszéke körül kérubok állnak. Aki tehát megjelent a frigyláda előtt, az egyenesen Isten előtt állt. A frigyládát gyakorlatilag senki nem láthatta, nem mutogatták, nem hordozták körbe a nép körében, mint ahogyan egyiptomi Isten szobrokkal az bizonyos ünnepségeken és fesztiválokon megtették. A frigyláda eltűnt, még a Babilonba vitt kincsek listáján sem szerepel. Nem csoda, hogy a szövetség ládája misztikus kötbe veszett. A frigyláda tehát eltűnt. De megszemlélhetünk egy kivételesen szép ókori egyiptomi tárgyat, ami nagyon hasonló a frigyládához. Ugyanabban a korszakban készült. Ugyanolyan anyagokból és ugyanolyan technológiával. Nagyságrendileg a méretei is megegyeznek, és ugyanúgy hordozható, mint ahogyan a frigyláda volt. És ugyanúgy egy szobrot helyeztek a tetejére. Ez a tárgy
Tutanhamon kincsei között található az aranyozott fa hordozható szentély Anubis szoborral a tetején. A hasonlóság nem meglepő. Az izraeliták 400 évig éltek Egyiptom földjén. Nyilvánvalóan voltak köztük olyanok, akik elsajátították az egyiptomi aranyművesség, ötvös művészet és asztalosság fogásait. Így amikor Isten Mózesen keresztül eléjük tárta, hogy milyen szentélyt építsenek, és milyen felszerelési tárgyakat készítsenek hozzá, köztük a szövetségládáját, készen álltak a feladatra. Ezt a különlegesen szép, ókori egyiptomi tárgyat szemlélve, a frigyláda már nem tűnik olyan távolinak, megfoghatatlannak vagy furcsának, hiszen láthatjuk, hogy más ókori nép kultuszában is helyet kapott, láda alakú hordozható szentély, még ha teljesen más jelentéstartalommal is bírt, és teljesen más volt a funkciója. Anubisnak ugyanis a holtak mumifikálásában volt szerepe, illetve az elhunyt szívének megítélésében is közreműködött. A két tárgyat szemlélve természetesen számos különbséget is láthatunk. A legszembetűnőbb az Anubis szobor a láda tetején, amely fából készült, csak úgy, mint a láda fedele. A frigyláda esetében viszont a két kérúg színaranyból készült, csak úgy, mint a láda fedele. Láthatjuk azt is, hogy az egyiptomi építészetből vett alapformát követik az Anubisos láda esetében, mert egy püllon formájú ládát készítettek szemben a frigyládával, amely szabályos, téglalap alakú volt, 111 cm hosszú, 67 cm széles és magas. Ugyancsak az egyiptomi építészetből vett elemet fedezhetünk fel a láda tetején, hogy a láda lezárását az egyiptomi építészetből jól ismert homorúpártázattal oldották meg. Az is látható Tutanhamon ládájánál, hogy az oldalait gazdagon díszítették. Feliratokat írtak rá, illetve amuletteket helyeztek rá a Dzsed és a Tjed szimbólumokat, a Dzsed oszlopok az állandóság és örökkévalóság jelképei, még a Tjed szimbólum vagy Ízisz csomó, a halotti szertartás a temetés során kapott jelentős szerepet, és védelmező funkciója is volt. Az egyiptomi mesterek a hordozórudakat egybeépítették a láda alapjával, míg a frigyláda esetében a hordozórudakat a ládára szerelt aranykarikákkal illesztették a ládához. A szövetség ládája egy ilyen régészeti párhuzamot vizsgálva nagyon is valóságossá és kézzelfoghatóvá válik. Csak úgy, mint az évente egyszer bemutatásra kerülő engesztelési áldozat, amikor a főpap az áldozati állatvérével bement a szentek szentjébe, megállt a szövetség ládája előtt és a vérrel meghintette azt. Ennek a szertartásnak a lényege abban állt, hogy Isten a nép bűneiért nem az embereket sújtotta, hanem az őket jelképesen helyettesítő áldozati állatot. Az egész szertartás ugyanakkor Jézus Krisztus kereszthalálával nyert igazán értelmet és vált teljessé, a bakok vére ugyanis nem törölheti el az emberek bűnét. A bakok vére viszont előremutatott Jézus kereszthalálára és kiontott vérére. Jézus Isten fia volt az áldozat. Jézus tudatosan magára vállalta az emberiség minden bűnét, és elszenvedte az azért járó igazságos isteni ítéletet, a halált. Isten Jézus engesztelő áldozatára való tekintettel feloldotta azt a konfliktust, amely a Szent Isten és a bűnös ember között feszült, amely szerint a Szent Istenhez a bűnös ember nem közelíthetett. Jézus áldozatára való tekintettel Isten megnyitotta a közte és az emberek közt feszülő határt.